A Tápióceley Alapítványi Birtok, ahol ez az intézet létrejött, az egy nagyon speciális, egy két évszázados park közepén elterülő intézmény, és egészen különleges mikroklímája van. Ebben az intézetben tartjuk fönn Magyarország legnagyobb maggal szaporodó növényi génbankját, amely Európa viszonylatban, illetve világviszonylatban is jelentősnek mondható. Azt mondják, hogy a változatosság gyönyörködtet, és itt ezekben a gyűjteményekben, ha egy-egy évben, vagy egy napon, vagy egy gyűjtemény kivetett állományaiban nem is látszik az a formagazdagság, de amikor összeállítunk egy kiállításra egy anyagot, akkor tényleg órákig el tudja az ember nézni, hogy milyen csodálatos változatosságot és milyen gyönyörű alakokat, formát, színt tud hozzá létrehozni a természet. Ezekkel a gyűjteményekkel való foglalkozás voltak éppen egy szerelem is. Ezt elhivatottság és odaadás nélkül nehéz művelni. Nem is kell elmenni nyaralni, úgy szoktuk mondani, mert itt csak kimegyünk a parkba, és akkor elfelejtjük azokat a problémákat, amelyek óhatatlanul napról napra fölmerülnek. A jövő növénynevesítésének is szüksége van nem csak ezekre a tájfajtákra, hanem a bennük lévő öröklött tulajdonságra, az úgynevezett genetikai változatosságra, amelyek lehetővé teszik, hogy különböző nemesítési célokra, különböző irányokba szelektáljon a kutató vagy a nemesítő olyan fajtákat, ami például a jövő kihívásainak meg tudnak felelni, mint például a klímaváltozás eredményeként várható ökológiai változásokra. Sok minden eredményt elértünk, és én gondolom, hogy az utódom, meg utódaink előre tudnak abban lépni elsősorban, hogy nagyobb hírverést, nagyobb ismertséget szereznek ezeknek a gyűjteményeknek, hiszen a gyűjtemények ezek holt tőke vagy holt anyag, anélkül, hogy valaki hasznosítsa. És végsősorban az eddigi munkánknak is, és a jövő munkánknak is azt hiszem a legfontosabb célja az, hogy hasznosuljon valamilyen formában, akár egy tájfajta termesztésben való visszakerülésre, akár egy speciális termék előállításához való hozzájárulásban, vagy csak az emberek gyönyörködtetésére és egy kellemes vasárnapi ebédhez való alapanyag biztosításában.